A Tolnai Hegyháton túrázhattak a vállalkozó szelleműek, ahol a mozgás mellett a helyi termékek népszerűsítésén és a kulturális értékek megismerésén volt a hangsúly. A Tolnai Zöld út több települést foglal magába, tudtuk meg a szervezőtől. 8 települést fogja össze igazából, ez egy ilyen virtuális útvonal, nincsen konkrét kifestett útvonal, hanem a 8 település természeti, kulturális és egyéb értékeit fogja össze. Kicsit féltünk az első ilyen szervezéstől, azt mondtam először, hogy ha 100 alatt lesz, akkor ciki lett volna, 200-an meg lettem volna elégedve, és most szóltak a kollégák, hogy 436-an indultak el. Ezt nem gondoltam volna először, hogy ilyen sokan fognak érdeklődni. Az, hogy egyrészt természet, nagyon jó a programok, tehát ugye vannak a beérkezési helyen még kulturális programok is vannak, és nem szabad elfeledkezni, hogy itt 8 településnek a segítségéről van szó. Mai napján 50-60 ember segíti ezt a programot, és őket összeszervezni és együtt dolgozni velük, igazán tényleg felemelő érzés volt, hogy a települések rajongtak, hogy ki tud többet végfelajánlani a teljesítmény túrához. Bucsiba például asszonyok kézzel 400 adag rétest csináltak, úgyhogy kézzel lett nyújtva a tészta. Hőgyészen a halastónál ugye például halacsipszet csináltak, 3 napig utották a halat. Tehát annyi munkát öltek bele a helyiek, és olyan vendégszeretet van itt mindenkinek a településnek a részéről, hogy szerintem ez lesz a mértékadó itt ilyen szempontból, és lehet, hogy valószínűleg jövőre visszajönnek még többen talán, vagy reméljük. A cél az volt, hogy kimozdítva az embereket a saját komfortzónájukból olyan természeti és épített értékekkel ismertessék meg őket, ami a későbbiekben is vonzó lesz majd számukra egy-egy program megszervezése kapcsán. Az időjárás kedvezett a résztvevő túrázóknak és a futóknak, akiket frissítő pontokon különböző finomságokkal vártak. A 4 táv közül mindenki megtalálta a kedvére valót. 10 kilométer, 25, 30 és 35 kilométeres távok voltak. Igazából az elsődleges szempont az volt, hogy legyen segítség, és akartam bevonni a településeket. Nem körútat terveztünk, bár ugye mindenki azt gondolja, hogy az a legegyszerűbb, amikor körútat tervezek, hogy nem kell autóbusszal szállítani az embereket, de a 8 települést úgy tudtam őket szerintem rávenni, ez nem szándékos volt, de ez egy úgy alakult ki a helyzet, hogyha mindenki minden településen átmegy az útvonal. Kis falvakról van szó, tehát nem kell autók között cikázni, hanem a falvaknak a szélén, nagyon szép kis utcákon lehet közlekedni, plusz rengeteg erdő. Így el tudtam érni azt, hogy mind a 7-8 település be tudott úgy kapcsolódni, hogy nincsenek kizárva ebből a szervezésből, meg tudja mutatni a saját értékeit a település, mert nem az van, hogy megyünk egy kört az erdőbe, hanem bemegyünk a faluba, megnézzük a házakat, megnézzük a szép portákat, utána megyünk egy kicsit az erdőbe, elmegyünk egy tóhoz, közben eszünk, iszunk, mulatunk, és a legvégén meg egy kis szórakozás is van. Az érdeklődőkből pedig nem volt hiány, közel 450-en gondolták úgy, hogy a természetben töltik a napot, és teljesítik az általuk kivitelezhetőnek vélt túraútvonalat. Az eseményre a távok hosszúsága miatt kellett a felkészülés, ez arra késztette a jelentkezőket, hogy már a rendezvény előtt is mozogjanak. A 25 kilométeres závod és start pontról indultam én, ezt választottam az én képességeimnek megfelelően. Én nem sokat túrázom valójában, mert nagyon sokat ülök az íróasztal mögött, de azért elkezdtem egy körülbelül 10 nappal ezelőtt edzeni, túrázni, hogy ez is jól sikerüljön. Mindenképpen fontosnak érzem, mert nem csak a helyes táplálkozás, hanem a mozgás is nagyon fontos az egészség szempontjából. Én keveset mozgom, úgy érzem, és a sok jelentkező részére is úgy látom, hogy nagyon fontos az egészség szempontjából a mozgás. Mindenképp az életünk része kellene, vagy kell, hogy legyen. Mivel ez az első Tolnai Zöld út teljesítménytúra, remélem, hogy ez hagyománnyá fog válni. Reggel 8 órakor indultam Závodról, az 5 kilométeres tarthelyről, és 14:30 után délután pár perccel érkeztem be. Tehát ez azt jelenti, hogy 6:30 óra? Jól számolok, 6:30 óra. Kalaznó polgármestere először teljesített ilyen hosszú távot, és teljesen elégedett a megtett idejével. A rövidebb, 10 kilométeres távra még babakocsival is érkeztek. Nem nehéz, egyelőre nem volt nehéz, majd kiderül. Ez az első alkalom, hogy babakocsival jöttünk, még csak 8,5 hónapos. Most már gyakori lesz. Régebben is gyakori volt, sokat jártunk, most újra sokat fogunk járni. Legutolsó frissítőpont Hőgyészen várta a túrázókat, ahol halas finomságokkal készültek a szervezők. Amivel készültünk, háromféle bor,
Ezt mondom előre, bár nem tudom, hogy ezt így kellett volna. Ami a lényegesebb talán az, hogy egy Laci halcsipszként hirdette meg ezt az egészet. Nem nevezném annak, mert halcsipszet házilag előállítani elég nehéz. Tehát halszeletke darabok sütve, így mondanám pontos kifejezéssel, amit azért elég nehéz koordinálni, hogy mikor legyen készen, meleg legyen, ne legyen hideg, ki mit szeret, hogy szereti. 429 pontszeletke darabból és 57 törpeharcsa. Azt mondták, hogy úristen, milyen jó van ez fűszerezve, milyen fűszer van rajta, ezt nem mondtam el. A vendéglátásra valóban nem volt panasz, a Kék Túra rendszeres résztvevőiként Zsolték is csak üdvözölni tudják ezt a kezdeményezést. Nagyon kedves emberek vannak, nagyon kellemes a túra, ez nagyon külön jó, hogy van fröccs is. G7 óta kutyagolunk, ugye ez azt hiszem a utolsó checkpoint. Nem volt olyan sok szintemelkedés, ez szimpatikus, a térdem az már nem bírja annyira. A résztvevők számán is megmutatkozik, hogy a mozgás mindenki számára fontos. Szoktunk 10-15 kilométereket, attól függ persze. Mi Szekszárdról jöttünk, de busszal jöttünk be, és akkor onnan indultunk a Műfáztól idáig, és innentől pedig akkor megyünk ki Kaleznóra. Feri a leghosszabb távot, a 35 kilométerest választotta, melyet 7 óra 25 perc alatt teljesített. Az útvonal az számomra teljesen új volt, ezen a környéken nem jártam. Többnyire erdőkben haladt turista ösvényeken, és hát a 35 kilométeren majdnem 600 méter szintemelkedés is volt, elég fárasztó volt, de a táj az gyönyörű volt, úgyhogy szerintem folytatódik jövőre ez a túra, akkor mindenképpen ismét benevezek. Erre lesz is lehetőség, mert a szervezők elhivatottak a jövő évi túra megszervezésével kapcsolatban is.